A Városi Könyvtár minden év júliusában zárva tartott egy hónapon át. Az idén rövidített nyitvatartása ugyan, de látogatható lesz. Igen, eddig minden évben július hónapban zárva tartottunk, részben a munkatársak szabadságolása miatt, vagy belső munkálatok, karbantartási munkálatok miatt. Ez egyébként általánosan jellemző a legnagyobb könyvtárakra is, hogy nyári szünetet tartanak, hiszen a működésükben ez nem okoz fennakadást, hiszen a kölcsönzési idő 30 napos könyvekre, folyóiratokra is. Az idén azonban teszteljük, hogy ebben a hónapban, tehát a júliusi hónapban hányan jönnek hozzánk könyvtárhasználók, úgyhogy nyári rövidített nyitvatartással tartunk nyitva, ami azt jelenti, hogy mind a könyves oldal, mind a téka oldal természetesen egységesen tart nyitva. Tehát akkor el tudják végezni ezeket a nyári karbantartási munkálatokat, amit eddig el tudtak végezni az egy hónap alatt? Hát az idén, hála Isten, nincs szükség karbantartási munkára, tehát ez is könnyíti a helyzetet, hogy nyitva tudunk tartani, mert az előző években minden olyan fontos munkát elvégeztek, ami eddig szükséges volt, úgyhogy az idén ilyen nem lett tervbe véve. Ezért tudjuk megoldani július-augusztus hónapban, a munkatársak hát szakaszosan fognak szabadságra menni, és kizárólag csak július hónapban rövidített nyitvatartással, de várjuk a könyvtár használóinkat. Tehát hétfőn 1 órától este 6-ig, szerdán egész nap, tehát 10 órától délig, utána 1 órától este 6-ig, és pénteken ismételten délután 13-tól 18 óráig. Tehát a köztes napokon és szombaton most nem tartunk nyitva, viszont augusztus 2-ától újfent a régi hagyományos nyitvatartási idővel várjuk a könyvtár használóinkat. Egyébként mi a tapasztalat nyáron? Kevesebben járnak könyvtárba? Természetesen igen. Eddig is az volt a tapasztalat. Korábban már tettünk egy ilyen kísérletet jó néhány évvel ezelőtt, hogy július hónapban is nyitva tartottunk. Sajnos azt tapasztaltuk, hogy teljes uborkeszezon volt, úgyhogy alig-alig jövögettek gyerekek, felnőttek. Sőt, a felnőttek kimondottan örülnek, hogyha a nagy nyári kánikulában nem kell nekik eljárni a könyvtárba. Természetesen mi ilyenkor júniusba meg szoktuk engedni, hogy sokkal több olvasnivalót vigyenek ki maguknak, ne járjon le a határidő, természetesen nem fizetnek késedelmi díjat. Most azért mondtam, hogy ez egy teszt lesz, hogy kíváncsiak vagyunk, hogy ennyi év után most itt az új könyvtárban erre mekkora szükség lesz. Ha nem válik be, akkor természetesen jövőre nem tartunk ilyet, viszont hogyha úgy látjuk, hogy a könyvtár használóink élnek a lehetőséggel, akkor valószínűleg ezt folyamatosan meg fogjuk oldani. A téka is ugyanígy lesz nyitva? Igen, a téka is ugyanígy lesz nyitva, tehát júliusban most a rövidített 3 napos nyitvatartással, ugyanúgy kölcsönözhetők a DVD-filmek, hangos könyvek, lehet internetezni, nyomtatás, szkennelést kérni, tehát mindenféle szolgáltatásunk működni fog ezeken a napokon. A könyvtár elindította a Tégy egy könyvet, Védj egy könyvet akciót. Mit kell tudnunk erről, és honnan jött az ötlet? Hát néhány könyvtár kezdte el ezt az akciót, tehát ez nem saját ötlet, úgy is mondhatnám, hogy másoltuk. Legközelebb hozzánk a Vekerle könyvtár kezdte ezt, és egy képviselő, Knap Tibor hívta fel a figyelmünket rá, hogy ő ezt látta a Vekerlei könyvtárnál, ezt a megoldást. Mi föl is vettük velük a kapcsolatot. Hát részben jó tapasztalataik voltak, részben kevésbé jó, de hát úgy gondoltuk a fenntartóval együtt, hogy ez egy olyan plusz szolgáltatás, egy olyan plusz projekt, amit mi is megpróbálhatnánk. Mi eddig ezt az akciót működtettük már évek óta, de benne a könyvtár helységen belül, amit mi úgy hívtuk, hogy könyvbörze. Tehát az ajándékba kapott és állományba nem vett, illetve az állományból kivont feleslegessé váló könyveket elhelyeztük egy külön asztalon a könyvtárba, és ott a könyvtárba járók, illetve a nem járók, csak ide betévedők, természetesen válogathattak belőle, és pár forintért fillérrel vihettek olvasnivalót. Ezeket a bevételeket mi visszaforgattuk, és új könyveket vásároltuk a könyvtár részére. A Tégy egy könyvet, Védj egy könyvet az annyiban más, hogy szabad téren, tehát utcafronton elhelyezett Nyugat-Európában általában telefonfülkékbe oldották meg ezt, ez Angliában is már ismerős. Magyarországon ilyen kimondottan erre a célra csináltatott
fabódészerűségbe, mint ahogy ez nálunk is látható, úgyhogy mi is belevágtunk. Április 18-án tudtuk megnyitni, addigra készült el ez a fabódé. Összesen eddig 4 alkalommal tettünk ki bele könyvet. Számoltuk is. Tehát 477 darab könyv került ki eddig a fabódéba, mind felnőtt, mind gyerekirodalom. Ezek, mondom, állományból kivont könyvek, vagy ajándékba kapott könyvek. Ennek a lényege az lenne, hogy aki erre jár, kivehet belőle olvasnivalót, tehát végy egy könyvet, de tégy egy könyvet. Tehát a lényeg az lenne, hogy tegyél vissza másoknak is a tiedéből, abból, amit már nem olvasol, amit otthon meguntál, szívesen elhozhatod. Tehát ez egy ilyen, mint egy mini bolha, könyves bolha piac működhetne. Na most ez Dunaharaszti még eddig nem igazán vált be, mert többet visznek, mint amennyit tesznek, sajnos. Úgyhogy időszakonként leszoktuk ellenőrizni, hogy hogy áll ez az akciónk. Hát sajnos jóval többet elvittek belőle, mint amit eddig beletettek. Úgyhogy én ezúton is szeretném a dunaharasztiakat arra kérni, hogy ne csak vigyenek, hanem helyezzenek bele könyveket mások örömére is. Tapasztaltunk olyat is, ami nagyon érdekes, hogy sokan azt gondolják, hogy az a könyvtárkén. Elvisznek olvasnivalót, elolvassák, magyarán kikölcsönzik, és ugyanazt a könyvet visszahozzák. Tehát nem, a könyvtár az az ajtón belül működik, több mint 70 ezer kötet könyvvel várjuk ide az olvasni vágyókat, annak a könyvbódénak más lenne a célja. És erre kérünk mindenkit, hogy használják, de arra használják, ami a célja. Vegyenek belőle, és tegyenek bele másoknak is, hogy mások is tudjanak olvasni. A fokozott érdeklődésre való tekintettel elkészült a megújult Dunaharaszti legszebb fotóiból a város egyedi képeslapja. Nemrégiben jelezték a könyvtár kolléganői, hogy igény mutatkozik a Dunaharaszti tábrázoló képeslapoknak a megvásárlására, és hát az az igazság, hogy nem gondoltuk, ez meglepetésként ért minket, hogy a mai internet, e-mail, illetve a közösségi oldalak korában erre valós igény mutatkozhat, de hát úgy tűnik, hogy mégis van. És azt kell tudni, hogy könyvtárban már régóta megvásárolható néhány különböző típusú dunaharaszti képeslevelező lap, de ezek mindegyike, hát a legfiatalabb tagja is már több mint 10 éves, úgyhogy hát azóta nagyon sok minden változás volt Dunaharasztin, tehát sok minden épült és szépült, és úgy gondoltuk, hogy ezek már nem aktuálisak, ezért kipattant a könyvtár intézmény vezetőjének a fejéből, Táboros Zoltánnénak az ötlete, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk különböző új, aktuális Dunaharasztit bemutató képeslapot. Igen. Egyelőre hány darab képeslap jelent meg, és kinek a fotói láthatók rajta? Hát egyelőre 10 különböző variációval rendelkezünk, és hát ez úgy készült, hogy miután kipattant ez az ötlet Táborsi Zoltánné fejéből, hát nekem se kellett több, mozgosítottam az én mennyasszonyomat, Bálint Tündét, aki nem csak hogy szeret fotózni, de hál' Istennek tud is, úgyhogy körbejártuk egész harasztit, és végigfotóztunk mindent, amit érdemes tényleg megörökíteni az utókornak, és ezeket a képeket felhasználni, illetve kibővítve a könyvtár archívumából még Bauer Mónika, Helméci Ferenc, Szabó Lajos, illetve jó magam egy-egy képével alkottunk meg ezt a 10 variációt. Mi a tapasztalat? Az emberek általában maguknak vásárolják ezeket a képeslapokat, vagy esetleg postán feladják rokonoknak, ismerősöknek? Hát tapasztalatról annyira nem tudnék beszámolni, de hogyha következtetnem kéne, én azt mondanám, hogy így is, tehát hogy tényleg maguknak is vásárolhatják, hogy otthon gyönyörködhessenek, hogy milyen szép városunk is van, illetve esetleg jó lesz 10 év múlva visszanézni, hogy azóta eltelt időben még mennyit fejlődött és szépült a város azóta is, illetve esetleg, hogyha vannak rokonai vagy ismerősei, akik máshogy élnek, azoknak is büszkélkedhet azzal, hogy milyen szép helyen is élhet. A képes levelezőlapok a könyvtár saját informatikai infrastruktúráját felhasználva készültek, ezért mindössze 100 forintos áron megvásárolhatók. Küldjenek barátaiknak, ismerőseiknek, rokonaiknak igényes dunaharaszti képeslapokat.